Nekem furcsa gyerekkorom volt. Egy kispolgári családban születtem, amelyik eredetileg vidékről származott, és éppen ezért a vidéki tapasztalatok is valahogy benne voltak a génjeimben. Sok minden volt, amire nem otthon tanítottak, sőt nem is az iskola. Én azért hiszem sokszor azt, hogy az ember magával hozza azokat a megoldandó létfeladatokat, amit azután ő ebben bíz, vagy hogyan tudja az életében kiteljesíteni. Én nagyon korán foglalkoztam olyan dolgokkal, amire nem volt a családomban példa. Az én családomat különösképpen nem érdekelte az a kérdés, hogy létezik-e a világ fölött egy sorsfordító hatalom, létezik-e egyáltalán Isten. Ha én megkérdeztem, hogy mondjátok, anyu mond, van Isten, akkor a válasz erre az volt, hogy lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. De minden esetre te legyél jó kislány, és viselkedj úgy, mintha lenne. Korán rájöttem arra, hogy a világ hazudik. Rájöttem arra, hogy azok, akikkel kapcsolatba kerülök, azok az illemszabályokat lehet, hogy betartják, de más gondolnak, és más beszélnek. Soha nem felejtem el azt a rendkívül kellemetlen dolgot, amikor valaki ismerős vártunk a családba, olyan 4 vagy 5 éves lehettem, és anyám mondta, jaj, már megint idejön ez az undok nő, semmi kedvem nincsen vele beszélgetni, és akkor belépett az illető, aki nem tudom, hogy undok volt-e vagy sem, csak mikor belépett az ajtó, akkor mondta, hogy miért tetszett idejönni, hiszen a mamám mondta, hogy úgyis olyan undok tetszik lenni. Tehát ilyen típusú gyerek voltam, akivel nem lehetett normálisan tárgyalni, mert én mindig azt néztem, hogy ki mit mond, és annak mi a valóság alapja. Ráadásul valóban úgy éreztem, hogy én azért születtem, hogy majd, hogy nem hamleti gondolatom volt, ugye, hogy kizökkent a világ, és ó, kárhozat, én születtem helyre tolni azt. Hát nem így, és nem ennek az ismeret, de bennem az volt, hogy anyám engem annyira dicsért, hogy én milyen okos vagyok, milyen rátermet vagyok, mindenki engem fog szolgálni, és én arra gondoltam, hogy jó, mindez lehet, de én arra fogom felhasználni, hogy megjavítsam ezt a szudarvilágot. Tehát volt bennem egy ilyen jobbító szándék, és mindenképpen egy vezető, vezér szerepre való törekvés. Én egyet tudok, abban különbözöm sok kollégámtól, ami egy kicsikét rossz is, mert jó volna magamat hitegetni, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy amikor arra készülődnek, hogy ez a földi létezés befejeződik, azt mondják, hogy teli bőrönddel mentem el, még annyi mondani valóm volt. Én pedig azt mondom, hogy édes Istenem, hála Istennek kiürült a bőröndöm. Amit adták, kipakoltam, amit tudtam, belegyömöszöltem, valám még egy-két tartalék zsebecske, de igazában véve, ha nem ébrednék fel, akkor is azt gondolnám, hogy amiért küldtek, azt én a legjobb tudásom szerint valahogy megcsináltam. Ezt úgy mondtam egy interjúban, hogy én úgy gondolom, hogy én hozott anyagból dolgozom. A szabás minta az enyém, amit ebből az anyagból csináltam, de az ollót az mindig az Isten irányította, az ő keze fogott, és reméljük, hogy ez így lesz továbbra is. Tehát én hiszek abban, hogy a tehetség, az írás az egy kegyelmi állapot. Az kegyelemből kapja a világra érkező lélek, csak ezzel a kegyelemmel nem szabad visszaélni. Az irodalom igenis nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy arról beszéljen, ami igazán fontos, én pedig igazán fontosnak a szakralitást érzem. Én Krisztus kereső ember vagyok, nem Isten hívő csak, mert annál tovább kell jutnunk, Isten tudó. Amikor az ember minden porcikájában érzi, amikor kézbe veszi a tollat, hogy írjon valamit, hogy ezt a tollat nem csak ő fogja, hanem azon valamiféle erő járja át, aki szerencsétlen, hanyatló emberi kezét, hogy valami olyat közvetítsen, amikor szinte iródiáknak érzi magát az ember. Egyetlen vágyam van, minden nap úgy ébredek fel, hogy valamit tudjak szolgálni. Csak akkor van a napomnak értelme, ha a legkevesebbet meg tudtam tenni valakiért, vagy valamilyen ügyben. Nekem most már ez az életem célja, és ez az írásaimnak is a célja.